Nézz különben a szeptemberi legkelendőbb játékok között, hiszen jó kis ajánlatokat találhatsz ott. Link a leírásban. Sziasztok, én Devők, és ez nem más, mint a Warnet Life, és hát pörög a biznisz. Már amennyire hagyják, hogy pörögjön, viszont azok kívül hát a pénz az pörög, de sajnos várjál, van UFO kisgyerek, és az UFO kisgyerek üldözi el a tanárbácsit, vagy micsoda? Eddig nem volt UFO kisgyerek, basszus. De ahogy látom, van itt még egy, és konkrétan ott üldözi el a tanárt. Hát erre remélem minden lesz majd megoldás. Szóval ott tartottam, hogy pörög a biznisz, de csak pénzügyileg, hiszen hát a VP és SP az még mindig problémás, viszont nagyon azon leszek majd, hogy farmoljak, mint az állat, grindolunk, és remélem, hogy minél előbb fog majd itten bővülni az UFO setup is, meg hátul a konzol setup is. Szerintem jó lesz ez. Itt a konzol setupnál arra gondoltam, hogy lehet, hogy majd egy sornyi asztalt ideiglenesen beszüntetünk, és akkor majd mondjuk több konzol, vagy mondjuk több joystick, vagy valami. Egyébként ez nem lehet, hogy működik. Tehát, hogy eddig még csak monitorral próbáltam. Ha kettő egeret rakok egy asztalra, attól nem lesz jobb. Rakok jó sok egeret egy asztalra, és ez biztos feltűnő lesz. Az Ultimate 4 egeres setup, olyan, mint egy D-pad. Egyikkel mozogsz fölfelé, másik a lefelé, jobbra-balra, még hát egy sértelme, de legalább van. 22-es asztalról beszélünk, mindjárt megnézzük, hogy ez mennyire hozza a pénzt. Hát mondjuk egy egér plusz 200 ezeret hoz, hát lehet, hogy több kéne, hogy egyáltalán látványos legyen, hogy egyáltalán működik-e a taktika. Akkor ott volt a 10 egeres setup, ezzel elméletileg olyan 2 milliót kellene pluszban hoznia, és... mikor jön valaki? Most már 16-os setup lett, 4 millió egy órára. Mi van? Ez elég kevés. Ne várj, elutasítom és leveszem. Egy másik ugye alap, ilyen fullos gamer setuphoz 4,2 millió jönnek, szóval egészen egyértelmű, hogy nem működik. Azért próbálkozok még mondjuk billentyűzettel, meg ilyenekkel mondjuk. Billentyűzet aztán túl sokat nem is hoz, és ráadásul még nagy is. A gép, az mondjuk, az hozza a legtöbbet. Ezt megérné megnézni. Ott a dupla lövetű, mondjuk nem tudom, hogy miért jó az, hogy kettő gép van egy asztalnál, érted? De na, meglátjuk. 3 órára 6 millió, nem működik. Akkor tényleg csak az működik, amiről vad is értelme, a monitor. Viszont, hát ide kettő TV-t, hát nem tudom, éppen lopják a pénzemet, de jó. Hát max, ha egymás mögé rakom azt a kettő TV-t, úgy lehet. Ez odafér. Végül is oda. Figyelj, ez aztán a szimulátor élmény, majd a másik oldalra is, jaj, le ne verd már, jaj, na, és működik mind a kettő, jaj, de rossz. 33 VP, igen, a TV 3-at ad, és amúgy meg 30-at számoltunk rá, szóval reális, igen, 3-at ad, akkor viszont kettő TV-vel ki tudjuk egészíteni, ami 12 VP TV-nként, hát ha elfér oda egy hátúra kettő oldalra, és akkor viszont az plusz 24 VP per konzol setup, jelentős. Ó, oh, közben kinyírtam annyi szellemet, hogy 13-at, ha jól tudom, hogy Shaman most már teljesen elégedett, és van egy újabb küldetése, hogy szent sót hozzak neki. Úristen, várja, lassan venni kell a fényképezőt is, mert a szent sót is onnan lehet, ugye? Ja. Igen, egy szent só és egy kamera jöhetnek is. Tessék itt a só, mit kezdesz vele? Körbe sózod a boltunkat, és nem jön több spirit? Dobjál egy gumibotot a kútba. Akarja tudni, hogy mi fog történni? Jó. Megidézem a rendőrnéni őrzőjét, szellemét. Már ez is kérdőjeles, vagy nem? Ja nem, csak beadta. What the? I did not... forget, nem fogja elfelejteni a kút, hogy adtunk neki egy gumibotot. Aha, hát azt én se felejteném el a helyébe, és kész. Ez a küldisorozatunk nála? De érted, én tökre arra számítottam, hogy majd valami coint kell ebbe beledobni, de nem, egy gumibotot, és megköszöni. Akkor lehet, hogy ilyen full bullshit-eket kell beledobálni, és például akár a kamera is működhet, és akkor valamikre reagál, valamikre nem, ezeket ki kell próbálgatni. Hát ez benyelte, és nem tetszett neki. Akkor veszünk egy új kamerát, meg WC-t. Jaj, az SP-be került. Na mindegy. Mit szólsz egy WC-hez? Azért a kutaknak is el kell menni a WC-re, nem? Nem, nem hiszem. Ó! Nagyon-nagyon szerette a WC-t a kút. És a titkos dobozra mit mondasz? Nem szerette. A bögrét elnyelte. Kár.
Ó, azt se szerette? Kaktusz? Kaktusz szereted? Vajj! Mi volt ez? Most ezt a szobort csináltam, mert véletlenül odadobtam a szoborhoz. Más hangja volt. Szerette a kaktuszt is a kút? Érdekes. Hogy került ide egy szemetes zsák? Azt mondta, hogy így a kúttal valahogy lehet szemetes zsákot szerezni, mert akkor most kapok egy vérzést. Több százmilliót dobtam ki az ablakon, hogy legyen szemetes zsákom, érted? Úgy néz ki, a festményeket is szereti, nem is baj, mert van belőle egy pár. Oh, what the... Töltődik. Mi a mouse? Megint az a hang volt. Tehát a kúttal fel tudom tölteni a szobrot, és a szobor ad nekem különböző jutalmakat, például egy szemetes zsákat. Olyat kéne, ami very much szereti. Oh, what? Ide állt a sószóróval, most már akkor a izét fogja nekünk nyakon verni. Hogyha jön, izé, szellem. Aha, és miért jó, hogy van nekem egy egérfejem? Hát nem tudom, mert nem tudom így lerakni sehova, de ugye ott az aranyos részem volt, hogy lehet venni ilyen állatfejeket. És így gyűjtsd össze mind. Ez fali dísz. Aha, értem. Nem vagyok, akkor ezt sok képet odaadom neki, de akkor valamilyen kell, amit pénzért tudunk megvenni, és nagyon szereti, mert az SP-t a WC-re nem erre költeném. Aha, négy kép, vagy három kép után már... Meg is jött a csillámlás, ott a majom fej. Most azt nem tudom, hogy ha elkezd csillámlani, és utána még töltöm, akkor nem lesz valami epikebb csillámlás? Vagy akkor már tök fölöslegesen csinálom. Jó kérdések ezek. Megérte, maximálisan. Aha, most már más a csillámlás. Na pontosan erre gondoltam. Baxos tányért nem szereti. Ennél mit kapok? Ennél egy bárány fejet, az sokkal epikebb. Mi van, hogyha ez egy gamer kút? Érted? A gémes kútnak a legközelebbi rokona. Lehet, hogy ez nagyon fog neki tetszeni? Ez szerette. What? Beledobtam egy órát, és azt írta ki, hogy eltelt egy bizonyos idő. Az a baj, nem tudom, mennyi volt az idő. Akkor itt is van time skip, mint a Baxóba, csak itt más, hogy hú, hát ebben mindent bele kell majd dobálni, meglássuk, hogy mi mit csinál. Jaj. És ugye az órát, ezt easy-be vehetjük 500-ért. 500 ezerért. Mondjuk ez az időszkip, ez igazából max az éjszakai műszakért jó, amikor nem kergetik el a gyerekeket, vagy ha éppen kell a black market, csak éppen nincs. De figyelj, jó, ha van 5 óra 56, 6 óra 22, hát egy 20 perc, 25 perc. Azért nem vitte túlzásba. De ha nagyon kell, akkor jó. A gamer PC. Az igazából a legdrágább item így a játékba. Eltűnt a dolog, amit beledobtál, próbáld meg este. Ó, ez csak este működik. Ó, se baj, itt a kamera, fiam. És már is kaptuk az Alien keyboardot, ahogy mondta. És lehet, hogy lesz kövi küldi nála. Azóta mennyi SP-n van? 120. Kéne bővíteni a setupokat. Hát úgy néz ki, nálam most nem lesz küldi, mert elmegy. Viszont idézzük csak föl azokat a jó kis internetcafé szimulátoros időket. Mind a kettő setupból egy darab PC hiányzik, és itt van egy Alien PC. Ha esetleg ezt úgy raknám, hogy a hitbox átlógjon mind a kettőbe. Aha, pak! És... Csak az egyik vette be, az, amelyiknél jobban rálóg. Hát... A lehető legjobban odarakom, de mindig csak az veszi be, amelyik oldalra nyomom. Ó, oh, nem, most is az vette be. Érdekes. A lényeg, hogy csak egy tudja bevenni. Kár. Na, de mi a helyzet a négy monitoros Alien setup-pal, ami igazából csak két monitoros, de na, érted, igazából négy. Figyelj, működik. Szóval nézzük, hogy mennyit ad érte. 4 SP-t, és működik. Á, mondjuk nem annyira, mint amennyire gondoltam, legalább megduplázhatta volna. Szóval a monitor 1 SP, a gép 2 SP. Lényegtelen, meg gépből úgy tudunk kettőt. Hát akkor jó igazából, figyelj. De viszont akkor itt jó lenne minél többet, mert akkor így nem kell plusz asztalt venni, gépet, mert minden, csak plusz egy monitort, és már is egyel több SP-d jön, ami, ja, egész jó. Még ebből ide egyet, hát úgy, hogy szép legyen. Necces. Amúgy, még rendesen jól néz ki, hát megőrülsz. Amint egy átlagos streamer setup igazából, de azt a mindenit is. Itt még mögötte talán van annyi, hogy még egy monitor befér. Itt mellette kipróbáltam a kettő gépes setupot, hát nem igazán működik. De ez így mennyire turva.
Nem tudod, hogy hova álljon a szemed, érted? Mindenhol megy valami. És így 5SP, és hogyha be tudunk suvasztani hátulra még egy monitort, ami már egészen indokolatlan, jó, már nem, mint hogy ez nem lenne egyébként indokolatlan, de hogyha még azt is besuvasztjuk, akkor 6 SP jön egy Alien setupból úgy, hogy a monitor az ugye hát az jóval olcsóbb, mint G plusz asztal plusz billentyűzet plusz egér, szóval fullos biznisz. Ja, 25 SP monitor, azért az elég jó. Veszek is belőle úgy 4 darabot hirtelen, és befér. Ajaj. Á, viszont a mellette lévő asztalon lévő monitornak a hitboxa már itt korlátos, szóval az asztalokat messzebb kell majd egymás mellé rakni. Ujjjj. Találtam egy bugot. Ah, francba! Ezt most felvette. Ne! Az a baj, hiába nagyon gyorsan kell nyomogatni, de utána abba is kell... Oh, yes! Ez még leesett. Amúgy meg szerintem egész egyszerűen csak messzebb kéne lennünk a faltól, és akkor engedné, de... Így se rossz. Hoppá! Kezdem kitanulni a bugot. Mert amúgy nem engedné oda rakni, mert túl közel van a másik hitboxához, de így, hogy ráviszem az asztalra, egy pillanatra beadja a zöldet, még akkor is, ha nem lehetne. És abban a pillanatban, ha megnyomod, lerakja. Csak kérdés, beveszi? És beveszi! Úristen! Ott a 8 monitoros setup! Jézusom! És nem ám indokolatlanozott hátul, valamennyire látod, és oda kiraksz streamert, hogy menjen nála a watch time-od. Hogy minél több legyen, mert az menő. Szóval teljesen indokolt ez a setup, ennek ilyennek kell lenni, és itt is bevette. Pörögnek majd az SP-k, hiszen 5-5-5. Valami nem oké, így, hogy nincsen közel a falhoz, így már bőven oda tudtam tenni, bugolás nélkül is, viszont ugyanúgy csak 5 SP-t kapok érte, és innen levettem azt a plusz egy hátsó monitort, és ugyanúgy 5 SP, szóval van egy limit, így akkor a 3 monitor a limit, végül is nem is baj, mert akkor oda hátulra nem kell szenvednem a bebugolással, és ez így tökre vállalható, és akkor valószínűleg ugyanez a limit a ezeknél a setupoknál, és lehetne a 3 monitoros setup, csak hát igen, azért itt is bonyolult lenne ezt kivitelezni. Aztán hát van 1 milliárdom, szóval szerintem megvagyunk. De egyelőre az jó lesz, majd ha nagyon unatkozok, akkor csinálgatom. Akkor itt az UFO-knál ilyen setup-ok fognak épülni. Nem azt mondom, hogy innentől kezdve ránk szakad az SP bank, most már 5-öt kapunk, de nem rossz. Akkor egyelőre 3 darab fullos setup üzemel, azon kívül egy sima, meg az egyik fullos setupból még csak sima gép van, de figyelj, szerintem egészen jók vagyunk. Mellette majd még gyűjtőketek a városba is SP-t, aztán jó lesz ez. Még azt nem mondom, hogy túl sok helyük van ott egeret mozgatni, de hát ha valami nem tetszik, akkor el lehet tóni a biciklit. Csáfi, most sikerült lebuktatni őket? A godoszűrlényeket? Lopnak, bebizonyosodott. Sokkal óvatosabbnak kell lennünk. Tudná nekem hozni egy izét? Egy ütőt? Gumibotot? Igen, azt. Hogyha hozunk neki, akkor ad majd egy alien asztalt is cserébe. Már hozzam is, fiam, 2-t persze. Duplával kell tolni, ugye menő? Jut a szembe, kút. Este van. Nézzük csak meg, hogy a gamer cuccok az mit szól most. Hát szereti őket, szereti, de nem nagyon szereti. Próbáljuk meg még egyszer a PC-t. 2 gumibot, parancsolj! Itt is az asztal, kösz szépen. És menj is el, hát ha lesz majd megint tőle küldi. És akkor itt a PC, a Beast PC, légy szeres nagyon. Ezt is csak kicsit szereti. Ajaj. Inkább ez logikus, hogy az SP-s dolgokat szereti jobban, amiket nehezebb megszerezni. Hát kár. De talán mintha még a képeket jobban is szerette volna, mint a gamer cuccokat. Igen, 4 Beast PC-re még csak a csillogás se jött elő. 4 festményre viszont igen. Jó, dobálgatok még bele ezt, azt hátha. Furcsa, hogy a gumibotra viszont negatívan reagál. Nagyon. Akkor dobok be neki egyszer 4-et. Szeretek veszélyesen élni. Mert amúgy érdekes, és akkor kérdőjel 2-s pont, tehát ezt ő mondja a csaj. És ő ugye meghalt, szará. Csak te még gumibottal ölték meg is azért. Oké, ez így eléggé dark lenne. Ó, kisfiúnál megint megvan a pipa. Nem tudom, hogy miért és hogy, de megkaptuk érte a második képet, ami ugyanaz, csak más a keret. Zseniális vagy, most már 250. Ő meg mindig aranyórát árul, ez az érdekes nekem. Lehet, hogy az aranyóra az több időt visz, hogyha beledobom már, mondjuk nem tudom, hogy attól még ére 25 aranyat, de neki még mindig nulla. Ó, ő nála pedig kész lett az UFO-s, ugye itt azt figyeltem meg, hogy csak UFO-kat kellett kiszolgálni, és kapok egy képet. És mi a kövi küldi? 500 UFO. Csá. A kaktuszra azt mondja, hogy very much szereti, szóval az akkor egész menő. Megint egy majomfej. Visszaadom a hülye majomfejedet. Nem tetszett neki.
Nem is értem. Már aranycsillogás, az jön a lila után. Próbálom a legepikebbet elérni, csak mindjárt kinappalodik, de a kaktusz az jól működik. És kinappalodott. És az arany is eltűnt. Ne! Mikor nappalodik? 6-kor, hát nyilván. Akkor még nappal ide hordok jó sok kaktuszt, és akkor holnap feledobálom. Vagyis egy este. Jaj, csak 4-esével oda hordani, kegyetlen. 100 SP, még egy pakit bővítés, amit lehet megérni amúgy. Jaj, napos! Jesszus Mária, mi van veled, napos? Mondjad, mit csináltak veled? Azt hiszem, hogy az itt lévő emberek nem igazán szeretnek minket. Megvert néhány helyi, amiért azt hitték, hogy elloptam azokat a dolgokat, amiket te adtál nekem. Nagyon szomorú vagyok. Bárcsak olyan jó emberek lennének itt mások is, mint te. Most már megyek. Vigyázz magadra. Basszus, csóri napos. És így, hogy tudom, amit tudok. Még rosszabb szegény. Hogy elbiceg. Fiam! Ezzel kaktusszal foglak agyonverni! Vagy feldugom a... Szóval agyonverlek. Mit csináltatok? Hülye gyerek! Nem vagyok ebb tanulná! Micsoda? Valaki megvert egy alient? Szarára esküszöm, hogy nem én voltam. Higgy bennem, én nem csinálnék ilyet. Iszek, fiam, tudom. Nem te voltál, de azért itt a haveroddal közöttök van egymáshoz, szóval azért még összeverhetnélek. Szarára esküszöm, azt mondta. Szóval Szará egyfajta... ingém isten? Most nem is ír kérdőjelet, csak este, érdekes. Vagy az anyja volt, hát mondjuk... Nem feltétlenül esküdél agyádra, de na mindegy. Végülis de, nem tudom. De a lényeg az, hogy legalább egy kis info Foszlány Szaráról. Ó! Oh, UFO barátom, napos nagybátyja, tehát ő lett a banda vezér a Baxa Simulatorban, mondjuk ott, mint a tesómat mondott volna. Hát akár, így alkatra nem mondom, hiányzik az a haj is, ki tudja például mondjuk a kalap alatt. Akár megeshet. Hello, üdvözöllek a boltomban. Bocsi, egy kicsit szomorú vagyok, hiszen valaki összefirkált a falat a bolt oldalán. Nem csináltam pedig semmi rosszat. De még mindig vannak itt emberek, akik azt gondolják, hogy az alienek gonoszak. Újra szeretném festeni a falat, viszont egyedül vagyok, és valakinek őrizni kell a boltot is. Tudná nekem segíteni lefesteni azt a graffitit? Persze. Hozok 2 festéket. Easy. Mit festettek ide? Alien bed. Az űrlény rossz! Nagyon rossz! Nagyon rendelnek itt a helyiek. Fehér vagy szürke festék, 2 vödörrel, de úgyis mindegy, mit adok neki? Ó, várj, itt is van. Menjetek el, éli... Ienz... Éleinz... Hát látszik, hogy egyest kapott. Na, vedd már, hát... Jaj, le kell festenem? Vagy nem. What? Jaj, remélem jó festéket vettem amúgy. Olyaj, lehet, hogy nem. Á, itt a fehér festék. Ez se jó, de már. Ja, de neki kell adni a fehéret. Oké, okay. Parancsolj. Azt is hallott, hogy megverték azt a másik alient. Remélem, hogy a többi alien biztonságban van. Kérhetnék tőled megint segítséget? Persze. Kérlek, ezt az egészet jelentsd a rendőrségnek. Persze, vegyek, jó fék vagytok ti. Hello, hogy te bullying van az alieneknél. Csak azért, mert zöldek. Ez egy komoly problémának tűnik. De sajnálom, de nem tudok neked most segíteni. Annyi dolgod van, gondolom. Embereket személyszedésre ítélni. Egy ügyön dolgozik, valami eltűnt. Kint a kollégája éppen vizsgálódik. Mi az, nyomoz? Keressük meg őt. Nem tudtam elolvasni sajnos, hogy mi tűnt el, de majd szerintem meg fogjuk tudni, mert úgyis nekünk kell megoldani azt a problémát. Szegény, rendesen tényleg milyen szomorú. Az Nvidia-t se bántjuk, pedig ők is zöldek. Na jön az a zsebfejlesztés 100 ér, most már 5 itemet bírok el, egyszerre 5 kaktusz. Oh my god. Oh. Szerintem ő lesz ott a rendőr bácsi. Épp vizsgálja a fát. Nem-e ő a bűnös? Hello! Mi csinálsz? Ha segítünk neki ebben az ügyben, akkor ő is tud segíteni nekünk a mi ügyünkben. Éppen kevés rendőr van. Segíteni nekem megtalálni azt a festékszórót, amit használtja, hogy a graffit is ellen megyünk? Hát ez tényleg fontos ügynek hangzik. Valahol van egy festékszóró. Vajon hol lehet? Csak nem amerre a bűntény történt. Hát úgy néz ki, nem. Aha! A Baxos bódé mögött? Azt hitte, hogy nem találjuk meg. Megköszönte, vége a nyomozásnak, például a új legyomatvétel. Ó, oh, napos, hello. Te már
itt is vagy. Tudnál nekem segíteni? Valaki megrongált a nagybátyámnak a boltját. Azt hallottam, hogy fel lehet fogadni egy alien bodyguardot, de ő csak este megtalálható. Meg tudnál nekem találni és felbérelni? Persze, aztán itt lesz több rongálás. Sokkal, de sokkal jobban pörögne a bolt, hogyha lenne automatikus elfogadás. De nem tudok ilyenről, mert accept all billing, de hát az, az nem ez a salary, tehát hogy őt fizesse, még csak nem 2500 SP-ér. Vagy lehet ezzel csak egy gombot kapok, amivel mindet elfogadom. Na végül is az se rossz. 2500 SP-ér? Ja, azt csak a gépre kapnám meg. A tabletre még utána 5000. Jó ég. Ide megy a nyomozás. Nem vizsgálja a vakolatot. Meg lett a pluszi tévé, de itt a konzolnál nem nagyon lehet beadni ezt a egyik így oldalt, másik meg ott. Habár... Hát, figyelj! Végül is jó lesz az. Szerintem hibátlan. Majd jöhet a másik lapos tévé is. Reméljük hozzá is adja mind a kettő pluszt. És akkor elméletileg 45 VP-t kell majd adnia. Nézzük. 33 VP. Uha. Csak a kis tévét vette be. Ó, basszus, ez eddig is 33-at adott egy tévével. Én itt valami nagyon csúnyjel elszámoltam. Hát akkor itt nem működik. Jaj, se baj, van egy tévém. Hoppa, hoppa, itt van Mr. Bodyguard. Ki van varva meg minden. Na, ennyit kérsz, mondjad. Fogja csinálni, mind amíg van pénzünk. 39 SP, jaj, ne, mondtál volna bármit, érted? Csak SP-t ne, de van annyi, parancsolj, mennyi dolgozni. Jó, láttam, napos meggyógyultál. Na jó, helyes. Most már biztonságos a boltja, de neki is kellene egy bodyguard, attól fél, hogy megint meg lesz verve. Persze itt mindenkinek, majd én fogom fizetni. Segíts nekem keresni önmagamnak is egy bodyguardot. Aha, és így... Hol keresem? Tanárnéni elég jó bodyguard lenne, olyan sallert ad a papucsal. Vége mindennek. Á, fiam, nem is, Cézár, bocsánat, csak nagyon hasonlítotok. Ó, én lehetnék bodyguard, én vagyok a legerősebb ember a városban, jaj, nem már. De ki kell fizetned, ha nincs pénzed, ne húzz az időmet. 648 millió, hát tesz egy farzsebő, barátom, és akkor még maradt kenyérre. Most már megyek is bodyguardkodni, nem téged kell? Akkor kit kell megvédeni? Egy alient? Ne akart, hogy egy alient védjek. Azok nem szolgáltak rá, hogy ebben a városban legyenek. Végeztünk. Tűnés innen. De azért a 600 milliót gondolom megtartod. Amíg velük barátkozom, nem adom vissza a pénzed. Most menj, vagy különben szétverlek. Na tudod, kit verné szét? Majek is azóta kómában van. Ó. Oh. Kaktuszok. 5 kaktuszonként változik mindig a szín, azóta már adtam neki vagy 10-valamennyit, és az arany már nem változik tovább, szóval valószínűleg ez a maxos, és ezért meg egy bagolyfejet kaptam. De creepy néz. Most nem tudom, hogy ez mitől volt arany, na mindegy. Napos? Mizu? Találtál már bodyguardot? Hát... Mi, nem akar alient megvédeni? Hát, akkor rendben. Köszi szépen a segítséget. Szóra sem érdemes, igazából csak 600 millióba került. Sajnálom, hogy elvitte a pénzedet. Legalább ennyit mondtál. Á, fiam! Tőled is egy küldi. Mit akarsz még tőlem? Mondtam, hogy nem vagyok bűnös. Hidd nekem. Nem én vandalizáltam azt a falat. Semmi ilyesmi. Jó van. Elhiszem. Ennyi. Ó! Oh. Jön izé, Cézár. Na Cézár, csak nem te vagy a bűnös. Mit csinálsz itt, tesó? Csak épp most jövök vissza, most verte vagyod egy alient. Az arca idegesített. Mit csináltál? Ja, megvertem azzal a bottal, amit adtál nekem. Az, hogy jobb gépe volt, mint nekem, nagyon felcseszett, ezért összevertem. Micsoda? Miért csinálsz ilyet? Én azért adtam neked azt a botot, hogy megvéd magad. Bíztam benned, hogy az alienek állnak a bűnözés mögött. De te vagy itt az igazi bűnöző. Miről beszélsz? Miért véded ennyire az alieneket? Nem is kellene, hogy itt legyenek. Múltkor is elkergettem valakit, aki barátja az alieneknek. Te is kérsz egyet? Hagyjál is békén, már amúgy is tudom a tervet, hogy hogyan szabaduljuk meg az alienektől. Jegyezd meg a szavaimat. Ha még egyszer az utamba kerülsz, akkor téged is megverlek. Hát fiam, nem kéne ilyen társaságba keveredni? El se hiszem. A barátom volt a bűnözés mögött. Mindig is befolyásolni akart engem az alienek ellen. Nagyon félek, ő nagyon erős, és mindig megveri azt, akivel nem ért egyet. Szóval én inkább most meghúzom magam. Tedd azt, fiam, tedd azt. Még a végén megrázod a pofonfát. What? Ez meg kicsoda?
Nem áll. Egyből gémresi után jöttem arra a részre, és akkor volt ott. Lehet, hogy ez a taktika. Aha, és megint ugyanitt jön. Shaman, mit csinál, 40 darab, azt a lila pénzlopó kisfiút kell. 40 darabot? Az csak egyszer jön este általában. Mert hogy szerettem volna minimum 21 goldot összeszedni, 30 lett, mert szeretném már végre elindítani ezt a Golden PC-s dolgot, és hát mivel legutóbb rájöttünk, hogy az asztal nem sokat mozdított előre, így hát szerintem a gép fog, mert általában mindenhol a gép számít. Van egy olyan nagyon halvány vágyam, és reményem, hogy ez a Golden PC majd SP-t is fog hozni. Hát valószínűleg úgysem, de... Hát ha. Aha. És meg is érkezett az első arany PC-s vásárlónk, most már remélem tényleg aranyér. Mennyit adsz? What? 25-ös asztal, 4 millió, az még mindig egy átlag ár. Kell monitor is gondolom. Szerencsére légkondi kellett neki, ami ugyanúgy easy. És egy 15 goldért eléggé szívesen hozok neki, két WC. Az a baj, az csak este lehet venni, akkor is SP-ért. De... most már tudunk venni egy monitort is. Azon kívül még egérbillentyűzet, és akkor már tényleg minden meg lesz, szóval annyira azért nem vagyunk messze. Ja, meg szék. Na most már arany setupnak minősül? Nem. Akkor jöhet egy egér, egy billentyűzet és egy szék is. Nincsen gamer szék, hát igazából WC van, de egyelőre jó lesz szerintem ez is. Így most már meg lesz a teljes arany setup, és már hozzatok aranyat. És ott is van az első aranyvásárlónk, és ő maga is arany. Személyesen arany Andy Lukitó. Na ez most már viszont biztos, hogy aranyat fog nekünk fizetni, mert hát teljesen más a vásárlónk is. Hanyas asztal, vagy 25-ös? What? Nem is engedélyeztelek. Ő csak így bejött, aztán nyomja, érted? Vagy engedélyeztem, csak észre se vettem, hogy mit engedélyezek. Na mindegy, meglátjuk. Na mit fogok kapni érte? Fizess! 11 millió és 1 VP. Hát, hol az arany? Akkor az csak ilyen biznisz által lehet szerezni, hogy adok neki cuccokat? Jó, mondjuk van ez a Lucky Point Exe itt is, és itt pedig 40-es pér lehet játszani, és goldot is kaphatsz. Amíg az a 40-es pér az elég sok. Mindig, mert rápróbálhatunk, hát ha. Akkor ez az arany setup, ez csak annyi, hogy... izé, aranyember jön, és több pénz. Mert egyébként a 11 millió 4 órára az elég szép. Nem kell nekem pénz. Mármint arany kell. Oké, figyelj, lehet, hogy majd, hogyha a sztoriban előre haladunk, akkor erre is lesz vagy valamilyen másik mód. Egyelőre viszont hát abban elég jó haladunk, és hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok. Itt meg hát megy az izomkockulás, szóval nagyon durván néz ki ez a setup, még hogyha nem is... nagyon lett több asztal. Na mindegy, innen folytatjuk majd legközelebb, srácok. Remélem, hogy tetszettek ez a rész is. Hogyha így volt, akkor mindenféleképpen dobjatok a videóra egy lájkot, és még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!